Tolna Mőzsnek a 7-es számú választókerülete, ez egy gyakorlatilag egy háromszög alakú terület, kvázi déli irányból a Babits utca és a Tolnai utcának egy része, nyugati irányból a Hunyadi János utca határolja, míg keleti irányból a Gólya utca, és hát ugye van egy hangzatos zenészek kerületünk is, ugye Erkel Ferenc, Liszt, Kodály Zoltán utcák itt a választókörzetnek a közepén. Ez a 15 utca, itt egyébként közel 350 ingatlan és 800 választó él ezen a területen. Ebben a választókörzetben nyert 80%-os támogatottsággal Berta Zoltán alpolgármester. Ez a várostérkép mindig elő van az asztalon, mondja az újonnan megválasztott Berta Zoltán. Az iroda nem változott, a feladat ellátás azonban valamelyest igen. Hát először is szeretném megköszönni a választók bizalmát, hogy ennyien is ilyen szép számban rám szavazva köszönték meg talán az elmúlt időszak munkáját, és adták le rám a voksukat. Nyilván a feladatom a városvezetésben továbbra is ugyanaz, mint az elmúlt 4 évben, viszont ez a választási eredmény mindenféleképpen egy nagyobb felelősséget fog rám róni. Úgy vélem, hogy ennyi voksot, ennyi támogatót magam mögött tudva még nagyobb lesz irányomba az elvárás, és ennek én mindenféleképpen maximálisan szeretnék megfelelni. Nem csak egy itt élőkért, vagy a körzetben élőkért, hanem természetesen a város többi választókörzetében élőkért is maximális elkötelezettséggel szeretnék a jövőben is dolgozni. Ugye Pirgi József alpolgármester úr volt ennek a körzetnek a képviselője. Már hosszú évek óta, tehát a Dodó, mert mindenki így ismerte a városba, a Dodó egy igen régi motoros volt, és nagyon régóta ebbe a csapatba focizott, de hát ugye sajnálatos baleset történt, és alpolgármester úr meghalt, és a választási törvény szerint még ebbe a körzetbe kellett önkormányzati választást kiírni, mert a haláleset és a rendes önkormányzati választások között több mint 6 hónap telik el. Nyilván nekem, mint a Tolnai Fidesz csoport elnökének az volt a célom, hogy a mi politikai közösségünkből pótoljuk a Pirgi képviselő úr helyét. Polgármesterként pedig nyilván az volt a célom, hogy az az ember, aki mellettem dolgozik most már 4,5 éve, az ténylegesen szót kapjon és hangsúlyt kapjon a képviselőtestületben. Ugyan ő külsős alpolgármester volt eddig, de most aztán már a következő testületi üléstől, amikortól leteszi az esküjét, meg fogjuk változtatni a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatát, és az alpolgármester úr már tagja lesz a képviselőtestületnek. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat működésén túl, mert a Fidesznek eddig is biztos többsége volt, és hogyha ez a választás nem lett volna a mi számunkra sikeres, akkor is maradt volna a fideszes többség. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos az, hogy alpolgármester úr is döntési pozícióba legyen. A másik pedig nekem fideszes politikusként végtelen nagy öröm, hogy több mint 80%-kal sikerült nyerni Zoltánnak ezt a körzetet. Ugyan nem volt magas a részvétel, de időközi választásokkor sosem szokott magas lenni a részvétel, és én azt gondolom, hogy ez a 80% fölötti eredmény, ez azért azt jelenti, hogy valamit mégiscsak jól csinálunk. Tehát ez egy kicsit visszaigazolása annak, hogy nem volt hiába való az a munka, amit ebben a ciklusban, vagy ugye a korábbi fideszes polgármesterrel és képviselőtestülettel már hosszú évek óta itt végzünk a városba. Ezek szerint nyilván nem szeret bennünket mindenki, nem is várjuk el mindenkitől, hogy támogasson bennünket, de mégiscsak úgy tűnik, hogy jó irányba megyünk, és én azt ígérem, hogy ha megválasztanak bennünket ősszel, akkor ugyanebbe az irányba fogunk tovább menni.
nyilván az a politikai közösség, amibe tartozom, is meghatározó ebben az eredményben. Az mindenféleképpen meghatározó, hogy ez a városvezetés gyakorlatilag most már harmadik ciklusban áll a város élén, tehát ennek a munkának is az elismerése. Én ugye külsős alpolgármesterként 4 éve vagyok részese ennek a munkának. Ahogy az előbb fogalmaztunk, igazából mostantól lesz majd ez a pillanat, amikor a szavazatommal, voksommal is tudom a döntéseket nem csak előkészíteni, hanem meghozni is és végrehajtani. És hát gondolom, hogy azért az én személyem, illetve hát az elmúlt 4 évben végzett munkámnak is az eredménye. Tehát ezek a tényezők együttesen azok, amik eredményezték ezt a választási sikert, mindenféleképpen sikernek neveznék. Az alpolgármester az elmúlt hetekben a körzetében élő minden családhoz igyekezett személyesen is ellátogatni. Azt szoktam mondani idáig is, hogy alpolgármesterként 0-24-ben dolgozom a városért. Természetesen az elmúlt időszakban, elmúlt években is rendszeres volt az, hogyha valakinek olyan jellegű, vagy a városban olyan jellegű probléma vetődött föl, akár este, akár hétvége folyamán, elsősorban ugye a természeti problémák, tehát egy-egy vihar esetén, vagy nagyobb esőzésnél olyan problémák, ami azonnali orvoslások voltak, azok gyakorlatilag rendszeresen, függetlenül attól, hogy munkaidőben vagy nem, megtaláltak, és ez így van rendjén. Tehát azért vagyunk, nekünk akkor abban a helyzetben kell nyilván a megoldást megtalálni, vagy valamilyen szinten orvosolni a problémát. Biztos, hogy több megkeresés lesz az elkövetkezendő időszakban, már csak annál fogva is, hogy magam több mint 200 családnál jártam az elmúlt egy hónapban, tehát több kapcsolatot is elkezdtem építgetni, többen személyesen is megismertek, és nyilván, amikor már megvan a személyes ismeretség, netán kialakul a bizalom is, akkor sokkal könnyebben fordulnak ugye egymáshoz az emberek. Hát számítok arra, hogy legalábbis a kezdeti időben, hogy biztos, hogy megszaporodnak az ilyen megkeresések, de állok elébe, én ezt vállaltam, és teljes energiámmal ezért fogok dolgozni.